Szervusztok, kedves fiúk és lányok! Folytatódik a Shadow Warrior végigjátszás, és a második chapterhez érkeztünk, a Party Bushoz. Hát látható, hogy a elszabadult démoni erők bizony lerombolták az itt megtalálható szubkultúrát. Úgyhogy most jöttünk szépen rendet rakni, és hát mit a játék stílusától megszokhattátok, itt most kőkemény erőszak lesz, és vér és darabolás, meg ilyesmi. De úgy gondoltam, hogy itt az elején még egy kicsit a fegyveremre hagyatkozok, mert kicsit sokan vannak. Ah, és mozgó teleptárgyak is, meg én valamiért szentű meg voltam arról győződve, hogy ebben nem nagyon vannak ilyen mozgolódó dolgok, csak így ilyen fixen. Ah, de ezek elég jól bírják azért a golyót. Na, halljál már meg, jó, ez meghalt, ez is meghalt. Ah, ezek dobálni is tudnak? Ez egy újdonság. Na. Néha olyan nehéz őket eltalálni, mindig a hónuk alá lövöm a golyót. Na jó, így egyszerű, úgy vettem észre. Hát és tényleg. Ah, ezek klónozzák is magukat, vagy mi van? Na. Oj. De észrevettétek, hogy a most megjelenő játékokban azért ez a darabolós, mészálós, mondjuk úgy, hogy reálisabb test széthullás. Jó, mondjuk ez se teljesen reális, de azért reálisabb, mint a Battlefieldben. Mert például ott a Battlefield 4-ben, mikor az AC-130-as szépen lebombáz, hát ott kb. A kis lábúja nem maradna meg a katonának, ahhoz képest mindig csak ilyen repkedő testeket látunk. Pedig ezt szerintem simán bele kellett volna, hogy tegyék. Legalábbis én bírtam volna a dolgot, de nem tudom, javítsatok ki, hogyha ez szerintetek ez már túlzás lett volna, de amúgy is 18 pluszos besorolásba került a játék emlékeim szerint, akkor már miért ne. De hát ez van. Na. Hát pénz az van bőven, na, de legalábbis kaptunk egy kis muníciót is. Ó, és gyógyítottam is magam, vagy nem? Nem. Nem mindig tudom, hogy most izén mikor tudom magam gyógyítani, meg mikor nem. Na, jó, mondjuk ha 65 alá megyek, azt hiszem, akkor bükszik. Jaj, tök jól néz ki ez a japán. Jó, megcsinálják a srácok ezeket a mapokat, nem tudom nekem ezekbe, az mi? Mi a manó? Hát csak valami szobor. Ja, hát csak egy szobor, jó van. Game Arcade, ja jó. Hát úgy néz ki, hogy oda kell bemennünk, úgyhogy nézzük is meg, mi vár itt ránk. Ó, de tök jó. Ah, itt vannak valami országok. Hát ez nem az, az az. Egy. De miért nem hajnak meg egy golyótól? Hát ez face to face, belelövök egyet. Ah! Valaki mögém került. Úristen, mennyien vannak ezek. Ez az, ez az. Ez biztos fájhatott. Ah, ez kell nekem, jó? Ó, majdnem jól csináltam meg a dolgot, de amúgy ez se vágom, miért most mi alapján. Ott lány Miami. Egyik kedvencem. Azt hittem lehet is vele játszani, á, nem. A Sirius-em akar lenni. Legalább ebből nem jöttem rá. Aha, ez Sirius-em 3, jó. De melyik a Sirius-em 3, ez nem? Ez nem, Insert Coin. Hát, nem tudom, nézzük fel. Ó, Shadow Warrior. Delol. Na, ez már határozottan Sirius-em volt. Ó, ide kulcs kell, jó van. Akkor keresünk kulcsot. Azt mondja, itt nincs. Ajtó, itt sincs. Ó, Hotline Miami, tök jó. Szeretem, amikor egy játékot telenyomnak easter egg-ekkel, de mármint úgy, hogy maga a játék is jó, és amellett vannak easter egg-ek, nem az, hogy maga a játék rossz, és úgy vannak easter egg-ek, már akkor az úgy nem nagyon tud felvidítani. De ez egy kellemes volt. Ó, és ezek hogy kerültek ide? Hát nagy kihívás jelentettek. Ezt mondja, itt van egy kis... Már történt jó, ez jöhet. De brutális. Érdekes, hogy azért nem olyan brutális nagy a pálya, de azért elég sűrűn vannak ezek a töltési pontok. Mindig lehet látni, amikor kicsit megöröccen a izé, mert olyankor tölti be az új részét a pályának, vagy valami ilyesmi. Hát igen, már nekem is bővíteni kéne a gépet. Oh. Most oda kell bemenni? Na nem, ez csak úgy beroppant. Jó van. Jó masszív házak vannak erre Japánban.
De hát minek is, ahol mindig földrengés van, meg ilyenek. Azaz. Oh, te kis pénz. De amúgy tényleg a pénz, ez mire jó? Valaki mondja már meg nekem, hogy mire jó ebben a játékban. Én még nem vettem semmit. Hú, de izgi hely. Még egy kis töltény. Oh, ez mi? Jó, gusztusos. Hát, még egy kis pénz. Komolyan mondom, is siránkoznak itt a csávokák, hogy szegénység, meg minden, azt mindenütt az elhullott, mani. Hát ez így nem jó. Valamit még itt mókolni kell, de mit kell mókolni? Nézzünk szét. Hát ott pislákkol a lámpa. Itt könyvek vannak. Akkor csak vissza föl kell menni. Azt mondja... és ez az ajtó villog. És tényleg más helyen vagyunk. Na hát... Az mi az az? Mi a melyik ezek teleportálni is tudnak? Ez mi a túró? Erej innen! Jó, úgy néz ki, a kardot nem bírják. Ez se bírja a kardot, jó van. Ez az haver. Kicsi sokan kezdenek lenni hirtelen. Ez biztos fájhatott. Jaj! Ó, Isten! Na, ez valami lövöldözős mókány. Jó, most már mindent értem. Tudok-e akkor átugrani? Ó, pedig szerintem tök hatékony voltam, na mindegy. Jó, egy volt. És most már jó lesz. Na, és még mindig nem tudom gyógyítani magam, pedig már az 22-t látom, mindegy, így is jó. És most lehet szétverni ezt a vackerájt. Most már mindent értek. Ezt is szétvertük. Jó van. Na, fogadjunk vissza, felmegyek, és már megint tele lesz minden jószággal. Na, rossz felé mentem. Visszafelé, azt mondja, erre, igen. Jó. Meg jó, hogy mindig így mutatja, hogy villogó ajtó van, különben tényleg olyan hülye vagyok, eltévednék. Szereztünk egy kristályt. És én annyi pénz van ebben a játékban. Felével élnék egész életemen át. De nem érte, ajtónyitáshoz miért kell elrakni a kardot? Valaki mondja meg. Jó tágas hely. Biztos nem lesznek ott ellenségek, nem úgy néz ki. Jók ezek az asztalok, egy kajon mondom, ezt át kéne venni ebbe a kultúrába is, hogy tényleg mindenki a földön ül, és alig valami asztalka van. Oly. Még felugrálnak az falra, de... Azt még be akar tühödni. Na, jó van. Ez mi ez? Ez hülyeség volt részemről. De rossz ez a villogás. Ott egy fegyver. Mi a manó? Az igen. Csatornából ugrott elő? Hát úgy nézem, ezek azért a golyót azért elég jó bírják. Na jó, hát akkor itt kaptok kardot. Úgy nézem, az való neki. Nyuszi! Kicsike kis nyúl. Mi a manó? Az. Tűnjél már innen. Na mindjárt kinyír a nyúl. Hajj meg, az végre sikerült.
Ó, de brutális nyúl volt. Na jó, azt a nyuszit inkább nem bántom, már jobb ezektől tartani. Azt mondja, hogy... sehol senki. Azért nagyon nem vitték túlzásba a teleptárgyak, mondjuk úgy, hogy sokaságát, oly szerencsés üti. Oké. Ha tudnék angolul, most biztos érteném. Ó, és itt lehet kimenni, Bah, valami röfög. De észrevettétek, hogy minden ilyen démoni hangot a disznóktól kölcsönöznek? Kölyök mindegyik disznó hang. Megint egy kis medik. Még én biztos, hogy valami easter egget egyszerűen egy ilyen izékbe is elhelyeztem volna, mert egy kicsivel több értelme lenne. Már úgy hozzászólsz, hogy mindig pénz és golyó vár rád egy ilyen fiókból, és akkor ez csak előugrana egy nagy broki vagy valami. Tök mur is lenne. Újabb töltési ponthoz érkeztünk, és... üdvözlöm Isten! Jó! Na, végre egy nagyobb környezet. Itt lövöldözés lesz. Azt mondja, mit évő legyek. Jó, megnézem magamnak az illetőre. Hát ezek zapálnak, jó van. Hát megnézzük ezt, hogy bírják. Hát ez elég jó bírják. Hát legalább olyan hülyék voltak, magukra robbantották a kocsit. Még így is vannak itt értelmesek. Na jó van, van egy olyan érzésem, hogy leteszem a lábom, előszörlik a térséget a démonok. Na jó, legyen. Kezdődjön. És már jönnek is. Ó, itt van a kedves, de ezek mit repkednek ilyenkor? Ne repkedjél. Na. Új. Hát idáig ez könnyű. Egyre több van. Jajjaj. Meg jó, hogy ezek a kocsik mind rám robbannak. Jajjaj, de... ez annyira nem tett jót az egészségi állapotomnak. Valahol fel kéne magam tölteni. Közben azt a kocsit is berobbantottam. Jajjaj. Rúgni is tudom. Na, még egy autó, amit esetleg magamra robbanthatok. Na gyerünk, töltődj! Ez az! Azt a 20%! És még mindig van életben valami nyúrúság. És ott jönnek. Meg szerencsére, hogy ilyen lassúak. De már bedühödött az egyik. Komolyabb ellenállásra számítottam. De még mindig megy a zene. Jó, ott kúszik a csávó. Na. Most murdelt meg, jó van. Ezek el is tudnak vérezni, haha. És újabb zónába érkeztünk. Bambuszerdő. Újfent bambusz. De ez komolyan ilyen sűrű nő ez a bambusz? Nyulak. Ezekkel jobb lesz vigyázni. És ott jönnek a démonok. Egy lövés. Na, úgy látom a szimpla démonok jobban bírják a golyót. Ez az. Hát ez finom volt. Na, meg is kaptuk a 4 shurikenünket, jó van. Még nem tudom, mit kell elérni ahhoz, hogy 5-öt kapjál. Gyanítom, egy lövésből kell mindenkit elpusztítani. Jaj, micsoda misztikus környék. Na, úgy egész hangulatos, ebben még egy horror játékot is bele tudnék képzelni. Ilyen japán szellemei, vagy valami ilyesmi. Több para lehet. Hát, mintha itt lennének egy fáron. Az a baj, hogy elég gyorsan tüzelnek ezek a nyomorékok. Oké. Nem kéne magam megöletni.
Ó. Reap what you sow. Még egy ajtó. Istenem, mennyi ajtó. Ó. Hát ez egész jól néz ki. Az oly, te repülő démon, mi a manó? Hát itt azért már nagyobb jószágok is voltak, kezdek aggódni picit. Jó néz ki ez a csatorna. De már kell menni, azt hittem, hogy itt vezet valamára az út. Nem már, hogy a csatornába kell menni. De miért? Hát arra nem, mert ott egy rács van. Ez azt hiszem elég egyértelmű, erre megint nem tudok sem erre sem menni, hogy sem tudok sem erre, akkor csak le tudok menni a csatornába. Jaj. Hát végül is van skullom. Ne nyomjuk. Kirúgta a nóziát. Egész fürgék ezek a gyerekek. Jó lesz egy kis visszavonulót fújni. Meg szerencsé, hogy úgy csinálták meg, hogy most nem mögét mennek meg eléd is, hogy teljesen körbe legyél véve, hogy úgy maradjál életbe. Végén játékkészítő lennék, ezt legalább 62-szer beleraknám, hogy tovább tartson. Hát ezeknek lelőttük az esztes karját, ó! Azt hiszem ezeket nem lövöldözni kéne. Haj már meg, aj de jó bírjátok, rohadjatok meg. Na, kard, az adja. Na jó, akkor most megint visszaváltunk. Ajzaj. Lelőttük a fejéről a sisakot, ezt is lehet. Ó. Magány. Már megint van ilyen izés. Jó, de ez meg itt bugdácsol felénk. Ó, szegény. Na. Azt hiszem ez már nem olyan sok, csak kettő. Meg egy kicsit olyan zöldes árnyalata volt. Ah, igen, bénák voltunk. Na. Azt mondja, ha oda nem kell bemenni, akkor ide kell menni. Sokkal jobb lett volna, hogyha inkább egy alagútba kell bemenni, az még félelmeztőbb, de tudni raktam volna valami kutyaszerű jószágot, ami nagy gyors, azt akkor letépi a tököd. Na! Mi az a nagy sötétség? Meg jó, hogy nem tévedtem el. Vagy eltévedtem? Nem, nem tévedtem el, ott egy izé. Ezek legalább mutatják az utat. Na? Van még itt valaki valahol? Ah, arra. Ott ez meg így feküdt. Hát ne fetrengjé. Ah, a golyó az mindig jöhet. Na és most már? Ah! Ó-ó-ó! Hát ez gyanúsan érdekes helyszínnek tűnik, lehet ez valami boss harcos rész lesz. Igen, ez boss harc. Hát ez nem kell sokáig ezen filóznom, hogy ezt kitaláljam. Jajjaj! Ó, de az még ilyen kis jószágok is vannak, de jó, mint ez a nagy túló nem lenne elég. Ah! Mi van? Azt ez magához is tud húzni? Ez nem jó móka így. Ah, ezt az egyet! Jaj! Innen futni kell! Az! Meg jó, hogy nem jönnek olyan sűrű tempóba. Jaj! Az! Hát csak messze voltam.
Na jó, azt hiszem itt taktikát kell váltani hamarosan, eltávolodunk. A kardos módszer az úgy néz ki nem hatékony. És hát, hát töltény az van, jó. Akkor megvan, hogy mit teszünk. Ó, lőjük a parasztot, ez az paraszt. Haha! És nem tud magához húzni a korlátot, de király! Pusztulj meg! Letéptük az egyik karját. Oh. Ajjaj. Azért még így is tud sebezni. Jó, az még gyors is. Mármint a méretéhez képest. De okosnak nem. Okos. Na? Tudom, hogy itt vagy. Kukucs! Kukucs! Hello! Jaj! És nem tudom, a másik karját is le lehet tépni, vajon? Ja? Kukucs! Azt ennyi kellett neki! Ó, oh, de már megint jönnek a csatlósok, jó van! Hát akkor henteljünk! Násztek, násztek, köcsögő! Engem akartok itt legyézni? Mi a manó? Hát azt hittem, hogyha megöljük a bosszt, akkor már nem nagyon jönnek rád emberkék, de hát... Ó, oh, azt letörölte a kardot. Megnézzük így, mit tudunk. Hát, ezek mint hogyha már nem vagy lennének annyira erősek. Ez biztos fáj. Ez hallja meg! Az is meghalt, jó van. Van még valaki? Ott az még mindig jön. Hány hullám van ezekből? Egy. 48 ezer. 1 millió 200. Na, fogyjatok már el. Az még mindig ott van egy. Te mit akarsz már? Nem mész innen? Na. Az még mindig van. Legalább jönnél oda. Na, itt vannak. Ez az. 6 milliárd 854 ezer. Jó van. Azt hiszem sikerült megcsinálni a mission-t, hölgyeim és uraim. Ó, hát ez még itt húzott. Igen, két suriken, még mindig beéne vagyok. Na, és most már kéne menni. Ó, ott villog az ajtó. Nos, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtekintéseket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!